Üdvözlök itt mindenkit a Ratchet & Clank végjátszásának következő részénél. Na, ott tettük abba, úgyhogy szépen itt a hőseinkkel bementünk a gyárba, és úgymond likvidáltuk így a gyártöletet, az innen már több robot nem fog kijönni. És ugye, fényterítettünk arra, hogy bizonyos tervek alapján ugye építettek, amit ugye már mi tudtunk, de vagy hát én meséltem nektek, de építettek egy ilyen bolygó rombolót is építő dolgot. Na, oda megyünk szépen, és akkor azt is próbáljuk ugyanúgy kivonni a forgalomból. Nézzük csak, ami itt is van. Menjünk. Nem tudom, hogy Katina fog-e következni, ha emlékszem, jönni fog. Jött is egy átvezető, az átvezetővel együtt mondjuk lehetett látni, hogy megérkeztünk ide, és brutális nagy közben jött valami, hogy csak mindjárt folytatni. Na. Brutális nagy ellenállásba ütköztünk, szóval eléggé nehéz dolgunk van itt a támadások során. Tudom, ha ezeket csak is rakétákkal lehet szét... Most hát azt a hogy csak is rakétával lehet szétlőni. Csak ebben nem sok lényegyenek is ennek. Vagy talán sebben normális lövéssel is. Akkor nem tudok olyan gyorsan mozogni, se jobbra, se balra. Ugye persze van ebben gyors kitérő, de a rakéták lejutalom nem minden esetben segít. Elfogad minket. Úgyhogy most csak lőni tudom. Jó, hogy legalább mozog ez a turret. Ilyenkor bezzeg. Alapjáratom meg sajnos nem, de nem baj. Nem tudom a problémát. Háború folyik itt most, az ellenállás azért egészen nagy, de sikerült. Na, Ratchetnek végül is sikerült bejutni, bár a hajója árán. És mivel felrobbantottuk azt a hajót, ő volt annak a kapitánya, ki más, mint Viktor. Barátunk visszatért, és tudjátok, nem arra a Viktor barátunkra gondolok, hanem őre. Na most ő feljutott a mi hajónkra, ahol jelen pillanatban a Clank van. Ugye mert Ratchet & Clank külön volt, hiába vannak ugye sülfőve együtt. Most ők ugye itt maradtak hátul. És igen, valahogy le kéne rázni őt. És emlékeztek, erre meg is lesz majd a gyógyszer. A legelőször, amikor menekültünk Viktor elől, ugye rájöttünk, hogy nem nagyon szereti a vizet, mert olyan anyagból készült, meg egy ilyen másfajta anyagból épült, mint a mostani robotok, vagy hát mint például Clank. Egy kicsit érzékeny a vízre. Na és ugye Clankkel vádolodunk. Oda nem fogod átdobni, hanem ide. Na, ezt leges-leges alkalomra nagyon nehezen tudtam kitalálni, nagyon remélem, hogy nem leszek most olyan béna. Mondjuk leginkább azért tartott sokáig, mert én mindent ki szerettem volna szedni, és itt, ha jól emlékszem, van is valami, amit föl lehet ugye pluszba szedni. 3 hit kell először. Nagyjából így lett majd a vége is. Jump pad, most az lesz. Már megszokáljuk, hogy már sokszor használtuk ezt a jump pad együtt. Mondjuk
leginkább a csatornán Lőcspernek hallottátok ugye a Fortnite-ok után. Még onnan, amikor játszottunk ők. Most sem magában a játékkal játszottunk. Aztán az a játék nagyon elkallódott. A Drain sem volt teljesen jó, de még akkor élvezhető volt, és sajnos így az ára. Megad már egy másik skill faktor volt nekünk, mi nem el, de a játékokhoz voltunk hozzászokva. Bár én oké is voltam, hogy a vetélyes shooterrel, még akár a harmadik vetélyes shooter játékokkal így, de más jó, hogy annó még Foxy, meg aztán nem úgy volt, sose, nem jöttünk ki ugye sose azzal a négy temélyel, úgyhogy nehéz boss fadozni, mi nem nagyon szerettünk épp ezért játszani vele, 3-an, 4 ellen. Na de mindegy, ennyit a Fortnite-ról. Meg mindenfajta Battle Royale játékra. Hoppá, nem figyeltem. Jó. Mert ugye manapság föl van kapva ez a Call of Duty. Megmondom, hogy szintén én is jártok vele. És eddig egész okosnak tűnik, tényleg tetszetős. Sietek, de ez egy időgény dolog. Várjunk csak, gondoságot csináltam. Honnan kell kezdeni? Nem onnan kell kezdeni, mert nem fogom tudni elhozni ezt a másik kettőt. Te menj csak oda. Innen. Mert az onnan kezdődik, ez meg innen kezdődik, ezeket azért meg föl fogom tudni szedni. Jó pofának néz ki, csak az ugye, hogy Vigának és mondjuk Vajdogat megoldja ugye, mert ő külön merevlevezt vásárolt pont elért a célból. De hogy mondjuk alapjáraton ugye Vigának 500 GB-os PlayStation-je van, mert az volt az alap és az tökéletes is, nincs fel semmi probléma. Csak amikor van két nagyobb tárhelyen rendelkező játék, már a PlayStation akkor meg is tölti. Az a 100 GB-t azért egy Battle Royale játékra felesleges letölteni az egész játékot, nem is értem, hogy ezt miért gondolták, hogy ez így jó lesz. Aztán térjünk vissza a játékhoz, mert tényleg ennyi volt a deklanadásból. És körül beindítanunk az egyik rendszert, ami kell lenni fog nekünk. És szépen minden be kell ugye kapcsolnunk, hogy minden bekapcsoljon, látjátok ebben Viktor azért. Adta neki. Rombolt itt ezerrel, már lassan ég minden, de a hajó nem fogja sokáig bírni. A fene. Ajaj. Nagyon rossz kölyöd, de sikerült. Egyre több a tűz is előttem, én mivel hátrafele látok, ezért... Nagyon közel voltam, hogy a végzeti csobáig bekapjam. Na. Itt is van egy ilyen pedaloidi. Várjunk csak, hogy elférjen a másik híd is. Egyelőre őt elhozom. Nem is igazán értem, hogy miért kell visszafelé is egy híd. Egyelőre haladjunk csak abban az irányban, merre kell is. Mert úgy látom, ennen a felén nincsen ilyen dolog, ilyen jumpolós díj. Na mindegy, mindjárt meglátom. De 3 robot fogja tenni a felelni. Ugye mert... Várjunk csak. Akkor lehet, hogy ha azt az alul leindítom, akkor lehet, hogy történik volna. Hát nézem csak. Aha, fordul egyet az egész. Így már van értelme.
Oké, nagyon szívesen sietek, csak nagyon gyorsan megy meg. Nem tudom, hogy időkorlát van-e tényleg, ugye, mert itt közben a háttérben minket sürgetnek, hogy siessünk. Fogalmas nincs, hogy tényleg van-e valami ilyen jellegű időkorlát, ami úgymond sürgetne minket. Na, ezt kell átvinni. De nem is szeretném kipróbálni, hogy van-e. Úgyhogy megpróbálom szedni a lábaimat. Oda. Megszűri a szucsiból a tiszta vizet. Most már csak egy kapcsolót kell megtalálnunk, hogy beindítja szépen így a vízöntöző rendszer, stb. Ami ajánlottjuk a tüzet. Jajjaj, nagyon gyorsan jössz. Ha ott van, ott van. Yeah! Gravitron, te is fullos vagy egyelőre. Tudjátok mit, a Glove of Doom-ra fogok azonnal nyomni fejlesztést. A sebesség. Igen. Ez pedig mit ad? Hogy messzebbre érlépje a targetot, az is egy nagyon hasznos dolog. Nézd csak. Te szintű vagy, és téged így fognak lecserélni. Hát igen, egyelőre még csak 4-et tudok eldobni, valószínűleg is majd fejlődik, de tényleg ez egy nagyon-nagyon kis hasznos fegyver, illetve hát mondjuk úgy, hogy fegyver, mert az végül is, de főleg így. Szépen odadobom, ledobom őket, több kisebb robot lesik szét, és ahogy odaér, fölrobban. Felrobban. Egy ilyen komikáld a kis robot, kutyuli. Milyen kutyuliknak néztem őket, egy kicsit arra hasonlítottak, ilyen tökéles, fémszerű fogaik vannak. A harmadik részben is volt egy ilyen, azok nagyon brutálisan meg voltak fejlesztve, azok már tudtak repülni, tudtak lövöldözni is, és a végén ilyen jackpack-szerűen így nekiszágultottak, ha elfogyott a lőszerük. Nézem, hogy ugye mit kell fejlesztenem még, minél jobban fejlődjenek itt a fegyverek. Mert ez most már pont 4-es szintű, úgyhogy ennek örülök. Egy lövés elő, nekik egy lövés elő. Köszönöm. Tehát becsárgyolnom.
Na, ó, tőle nincs nálam klenk. Nem tudnak-e megforgatni. Ebb van itt. Elérhető közelségben. Sajnos így nem lehet. Addig. Ez tényleg egy nagyon-nagyon hasznos kis fegyverecske. Erre lehet mászkálni. Ott fönt. Ó, és egy holokár van ott fönt. Neked leszek, hogy marad ott, biztos a gravitációs mező. Bár mondjuk a cipő a gravitációs, hát akkor nem tudom. Valami itt tartja, annyi. Ez a lényeg. Ez a holokárdot. Hát kaptunk valamit. És itt a leugrok, akkor nincs szakadék, ugye? Nincs, akkor így. És mozdult a gravitáció. Kamera nézet is mozdult vele. Illetve nem a gravitáció, hanem ugye a kép mozdult, ugye? A gravitációhoz. Ti kutyák, táncoljatok. Inkább ilyen kicsi dinoszaurus feelingje van. Okay. És erre kell tovább haladni. Húha, szétnapterem. Ez a kristály kell. Megint meglettetek. Kiállokoltunk egy olyan dolgot, amit csak Challenge Mode-ba lehet elérni, és ott lehetne megvásárolni. Jó pofa végül is. Na jó, majd megnézzük azt is, majd készítek egy ilyen kiegészítő videót hozzá egy a Challenge Mode-dal, hogyha esetleg azok, amit mi kiállokoltunk ki, és akkor azt is látni fogjátok. Akkor ezt betrédeppolom. Oké. És még van még egyre. Nagyon jó.
Várjál, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 holokárd, amit mi meg kéne szereznünk? Mondjuk igen, most már szép lassan, a játék vége fele haladunk. Igen, most már szép lassan. Aha, ott kell hekkelnünk. Mást nem látok erre szélszorra. Igen, ott van egy aranycsavar, de egyáltalán sehol nem jutunk oda föl egyelőre, úgyhogy... Sajnos, akárhogy szeretném fölvenni, azt itt kell egyelőre hagyni. Na, te nem leszel itt, jó? Annál inkább itt. Azt mondja, hogy... Te is jó leszel itt, és akkor az utolsót kell most már csak beirány... Hoppá, rosszat nyúltam hozzá. Így. Úgy, úgy. Köszönöm. Captain Quarkot meg fogjuk találni, és Sean szerintem ti nem fogják látni, mert ez egy olyan átvezető, de el fogom magyarázni, hogy végül is mit fogom majd látni, és hogy mit látnánk. Látnánk ugye a videó miatt. Nem tiltaná le. És várom, hogy fejlődjenek ezt a dolgok. Ezt a lakárdot már most megnézem, nem szeretnénk is rajtni. Dragget kaptuk meg. Jó, már csak tényleg a 53 darabba fogja a dújokat jelezni. Gyere ki! Táncoljatok! Szenzornak a segítségével majd egyet, hogy tovább is fog menni. Úgyhogy elég csak így egyszerű belebe lokkolni egy ellenséget. De majd úgyis majd akciókörbe fogjuk majd látni, hogy mi változott. Például most itt a legjobb lehetőségben. Látjátok? Megjelentek rajta ilyen pontok, amiknek köszönhetően elvileg mindent, hogy be tudjuk sebezni. Ugye úgymond ezek a kritikkel pontok, elvileg tovább is megy majd róla. Igen, azon nem tudok átlőni, úgyhogy meg kell várnom, hogy szépen kijön. Hol a kárdocska? Ebben van új, ezek szerint. Nagyon jó. Hát, lehet, hogy felesleges volt megszámolni, mert már mindjárt ki is jön a következő adag. Ne kell bújni, mert különben nem fog kijönni onnan.